X, azaz Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség. Kisvárdai táboruk pénteki előadásán elhangzott céljuk, hogy olyan közösséget építsenek, amelynek tagjai közösen munkálkodnak Magyarország és az emberiség javáért, miközben többek között a magyar fiatalok országhatárok feletti együttműködését segítik elő. X táborban legelőször vagyok, viszont többször voltam már hasonló rendezvényen. Mivel Erdélyből vagyok, így nagyon fontosnak tartom a nemzetpolitikai kérdéseket is ifjúsági képviselőként, tehát önkormányzati képviselőként fontos, hogy az ifjúság hallassa hangját, és az ilyen fórumokon találkozunk, és megbeszéljük a különböző problémákat. Az X kisvárdai rendezvényén az országgyűlés elnöke arról beszélt, a politikai, társadalmi döntéshozatalokban a fiataloknak is részt kell venniük. 18 év fölött ugye mindenki szavazati joggal rendelkezik, tehát nem árt, hogyha részt is vesz a döntésekben, nem árt, hogyha erre fölkészül, tehát nem valamiféle divat alapján vagy érzelmi megfontolásból dönt, hanem megpróbál tájékozódni és a valóságos kérdésekre adott valóságos válaszokból kiindulva eldönteni azt, hogy milyen politikai irányt szeretne magának, és az ilyen típusú rendezvények, mint amilyen ez a mostani, az szerintem ehhez hozzájárul valamelyest. Nem beszél arról a párbeszédről, ami szükséges a generációk között, tehát itt téves az a felfogás, amit azért láthatunk a Brexit utáni reakciókból is, a fiatalok megnyilvánulásából, hogy egyfajta szakadékot, ellentétet vélnek felfedezni az idősebb generációk meg a fiatalok között, tehát itt a párbeszéd mindenképpen fontos. A házelnök hozzátette, a következő időszakban az dől el többek között az október 2-ai hazai népszavazáson is, hogy milyen Európát szeretnének a magyarok. A nemzeti közösség karakterének, kultúránk védelmében kell majd szavazni, nem szabad engedni majd, hogy betelepítsenek hazánkba olyan embereket, akik saját képükre formálnák hazánkat, véli a politikus.